A pünkös díj rózsa kihajlott az útra, mind a szikolyt hozzá, szakajszanak róla, szakajszanak róla. Ínes szakajtani, hajóra találni, vagy jóra vagy rosszra, pakódik bánatra. Mivel pünkösd ezután következik, a tavaly könnyű dolgunk volt, mert pünkösd negyednapján ünnepeltünk, most pedig azt a címet adtuk, hogy hangolódjunk pünkösdre. Néptánccal, énekkel, imával, ki mire nyitott, kinek mire van szüksége. Ebből az alkalomból úgy gondoltuk, hogy a gyerekeinket egy kicsit ráhangoljuk erre a szép ünnepre, és nem sokára következik a zarándoklat, maga a szép ünneplés, és egy a gyermeklakodalomhoz hasonlóan élményszerű megtapasztalásban legyen részük, hogy mi az, hogy imádkozva vonulni, zarándokolni. A tavaly végeztünk egy gyűjtést a faluba, a május jeles napjai a pünkösdhöz fűződő szokások és emlékek révén, és az, hogy így alakult ez a program, az képezte az alapját. Egy nagyon egyszerű gondolatból indultunk ki, Csutakfalva végéről jött egy ilyen régi szokás, hogy átöntötték a zarándokok előtt az utat, tisztították, hogy a jó Mária segítse őket el Csíksomjóra. És igazából erre építettük ezt a kis zarándoklatot, a szülők besegítettek, átöntötték az utat, hogy a gyerekek tapasztalják meg, hogy mi is az, hogy imádkozva, zarándokolva, esővel, napsütéssel, dacolva, és a szülők révén megtapasztaltuk azt is, hogy milyen jó az, amikor vizet kapunk az út szélén, vagy akár egy kis friss elemózsiát, és így érkeztünk be a kultúrotthonba. Ez volt a zarándok útunk, és most pedig, miután a papbácsi beszélt a keresztény egyházunk szemszögéből az ünnepről, idős egyháztanácsos mesélt az ő gyerekkori élményéről, tehát ennek már több mint 100 éves hagyománya van. Most pedig következik a jelen zarándoklatot szervezők élménybeszámolói, népdallal fűszerezve, és akkor egy régi pünkösdi játékot mutatunk be, és így hajlunk át a vallásos ünnepeket követő mulatságba, pünkösdi mulatságba, ahol az évfolyamok tánca, néptánca következik. Milyen jól belakta a küszöböt. Nagyon örvendek. Pál Viborka vagyok. Hát a megyenapok kapcsán olvastam, hogy tájházak napja van a megyében. Több tájházat fel lehet most ebben az időszakban keresni. Többek között a Remetei szerepelt a programban, úgyhogy most eljöttünk, hogy megnézzük, hogy itt mi a látnivaló. Köszönjük. Úgy tudom, hogy 2000-ben vette meg ezt az épületet az önkormányzat, és 2002-ben költöztették be magát a gyűjteményt. Igen, így van. Hogy sikerült ezt a gyűjteményt összerakni? Hát a gyűjtemény az régebbi, 1978-tól gyűjtögetjük diákokkal. Akkor volt nekem egy 7-8-osokból álló úgynevezett néprajzkör, és akkor a faluba megindultunk Szanaszét, és
meg természetesen azelőtt egy kicsit szétkültöltük, hogy miről van szó, hogy ne érje meglepetésként az embereket, és akkor összegyűjtöttünk, amit lehetett. Természetesen még vannak a kiállított dolgokon még raktáron, csak a sajátosabbat, a jobbat, azokat tettük ki. És aztán a művelődési házban tároltuk, néha alkalmi kiállításokat szerveztünk belőle, de végül aztán 2002-ben sikerült ezt berendezni. Mondjam el azt is, hogy tulajdonképpen itt egy tanító család lakott, óvonők, tanítóbácsi, és kihaltak, meghaltak, és akkor a rokonság eladta. Hát elég szép árat kértek, de amikor megtudták, hogy mire kell, akkor kihagytak belőle. Úgyhogy ezt mindig nagyon szép, tehát a kultúrának egy ilyen forma támogatása. És akkor 2002 tavaszán volt megnyitva. Be is mehetünk. Jó, tessék menni. Köszönöm. Megnézniük, az ez 1836-os sarokalmárium és egy 1859-es kerengyés láda. És pont itt mellettünk láthatók is ezek a tárgyak. Megmaradt a történetük? Van személyes történetük ezeknek a tárgyaknak? Természetesen. Hát ez a legértékesebb darabja itt a gyűjteménynek. Nagyon sokszor a 80-as évekbe akarták vinni Gyergyó Szent Miklósa is a múzeumhoz, de hát valahogy sikerült megakadályozni. Hát a sarokalmáriumnak a funkciója, most ez kétféle, van amelyik ilyen álló formában van a padló, van a másik, amelyiket felakasztottak. És ilyen háromszög alakú, egyenlő szárva háromszög alakú, hogy oda a sarkokba beférjen. Nem edényeket tartottak ebben amúgy, hanem például a különböző hivatalos papírokat, dokumentumokat, adásvételi szerződések, akkor imakönyvet, akkor gyógyszereket, kenőcseket, tehát ezeket tartották. A kerengyeládáról mit tudunk? Hát a kerengyelára az a hozományát tartalmazta a menyasszonynak, különböző ágynemű dolgok, ruhák benne, egy lajstrom is volt készítve, hogy mivel ment ő férhez. És persze nem csak annyi volt, mert egy ládában nem fér az is sok, mert hát voltak párnák, meg más dolgok, azokat nem rakták bele. És a dátum az meg volt. Na most ez a dátum, ugye itt van 1859, a másikon pedig ott egy későbbi. Ez vagy azt jelezte, hogy akkor készült, vagy akkor, hogy valamilyen alkalomra csinálták. Na, úgyhogy ha ez az utóbbi volna, akkor elég régi. Akkor még öregebb. Igen, még öregebb. Akkor van ez a fogas is, látják itt fent, ami, hát most persze ezek a kancsó kerámiák vannak rajta, de ennek ez a sarokalmárium táján szokott lenni, és a férfi, a férj, tehát a pater familias, a családapa tartotta rajta a kalapját, sapkáját, kabátját esetleg, ez az övé volt. És ami még hozzá szeretnék fűzni, hogy ezeknek a néprajzi, ma már ugye domtárba sorolják sokan dolgoknak, tehát maga a népművészeti vonatkozásukon kívül egy ilyen kommunikációs jellegük is volt. Például, amikor a fiú legény már többször jött a lányhoz udvarolni, bejött, leült ide a székre, kalapját vagy a sapkáját, vagy a térdére tette, vagy maga mellé, úgy egy kicsit diszkréten az asztal sarkára, és amikor már annyira megismerte a család, és bejött
leült, helyet kínálta, és az apa elvette a kalapot és felakasztotta az övé mellé, ez azt jelenti, hogy na itt van mit keresni. El lett fogadva. El lett fogadva. Vagy itt van egy másik, direkt ezért hoztam ki. Milyen érdekes. Ugye ez a súlyok. Van ez a mondás, hogy nagyon eldugta a súlyokat. Ismerjük, aki olyan csinál, hogy aztán megbányas, visszakozni, kicsit restel ide, azért visszalépni. Az első ajándék, amit a legény hozott a lánynak, az általában egy súlyok volt. És hát persze nem mindjárt azonnal, hetekkel teltenek, akkor megkapta az első ajándékot a lány, és a házi az apa. Azzal adta tudomására, hogy tetszik neki, elfogadják, vagy nem fogadják el, hogy a súlykot a következő alkalomra, mert ezek a vizitnapok, udvarlási napok nálunk szerda és szombat volt, akkor kidobta az udvarra. Tehát ha nem fogadtál, akkor kidobta az udvarra. És amikor jött este fele, vagy délután a legény, és meglátta a súlykot, hát így egyszerű volt, mert nem kellett megmondani szóba, egy kicsit nehéz, hogy na fiam, itt nincs mit keressél. No, de megtörtént olyan, hogy meggondolta magát. És a lány akkor már szólt a fiúnak, hogy úgy látom, hogy édesapám azért... Eltűnt az udvarról a súlyok. Igen, és akkor azért, hogy nagyon eldobta a súlykot, tehát innen jön ez. Tájházban járunk, azért illik megemlíteni, hogy az egyik szoba az Cseres Tibor, József Attila és Kossuth Díjas író emlékének állít emléket, és az ő tiszteletére van berendezve. A személyes tárgyai láthatók itt, amit a családtól kapott a helyi közösség, meg örökségként, illetve a könyvei, cikkek is találhatók. Mennyiben őrzi a közösség az író emlékét? Hát 1995-ben akkor kaptunk az Erdély Magyar Kulturális Egyesülettől egy ilyen felkérést, hogy emlékezzünk meg Cseres Tiborról. És akkor hát elég nagy, azt lehet mondani, népünnepélyszerű megemlékezés volt. Ez alkalommal állítottunk egy emléktáblát is, egy emlékművet neki, a központban biztosan látták esetleg. És nagyon sok magyarországi, meg az itteni erdélyi, hát úgymond a kortárs irodalomnak a színe java itt volt. És akkor hoztuk létre abban az évben, tehát ez alkalommal is a Cseres Tibor Közművelési Egyesületet, amelyik az erdélyi Magyar Közművelési Egyesületnek egy fiókjaként is működik, és minden évben, április első hetében, mert ő április elsőjén született, hát attól függ, hogy milyen az időjárás, akkor tartunk egy koszorúzást és egy megemlékezést, és az iskola diákjai pedig egész napos műsorral szerepelnek. Az a kicsi tekenyő, az a tejtény.
No, a garatba felöntjük a búzát, és ahogy a kő forog, az alsó kő áll, a félszer súrolja, és ahogy mozog ügyesen úgy menjen be, és utána itt a lyukon jön ki. Tehát akkor ott öntötték bele? Ott, igen, a garat, azt mondjuk garat. Ott, amiket látsz, az a három lábú, az a kecske, avval vegyük fel a követ. Jó. Jó, aki szereti. No, én szerettem mondjuk vele. Meg ahogy az uram meghalt, még azután is sokáig örülkedtem. Rozsika néni, én úgy tudom, hogy magához már nagyon sok turista járt, nagyon sokat megnézték a régi malmot, és a mellette most kialakított csergeványolót. Egy kicsit meséljen, kié volt ez a malom? Ez a malom apócsomnak az apjáé volt, aztán örökölte apócsom. Apócsom, ahogy meghalt, maradt a testvéreknek, aztán megvásároltuk mi tőlük, megváltoztuk. De a malom citás malom volt. Úgyhogy ezelőtt vettünk, arattunk, csépeltünk, és akkor hozták a malomba az életségét, abból sütjük a kenyeret, abból éltünk. Akkor mellette még volt egy malom, avval örültük a disznóknak a darát, és a puliszkának a kukoricát. Mikor kellett bezárják? Mikor maradt abba a tevékenység a malomban? Hát a malom tevékenysége, amikor eljött a Ceausescu idő, akkor el kellett a malmakot bontani. Csak itt volt egy ügyes fiatalember, azok a szerkezeteket elrakták, aztán azután visszarakták. Én úgy tudom, hogy 22 malom volt itt a településen. 22-nél is több volt. Igen, és talán abból még 4 megvan, 2 pedig még akár működőképes is lehetne. Igen, igen. És ez volt az első lisztörlő malom. Igen. Jól tudom? Igen. És ez is működőképes lenne még? Hát ez is működőképes lenne, de nincsen, amiből működtessük. Ha hozna valaki egy kocsi búzát, leürüstené, mert egy fiaim őrüljek. Akkor lenne. Igen. Viszont kitalálták, hogy csak működik itt valami, és itt melléje építették ezt a csergeványolót. Hát ez a csergeványoló, hogy ez rég meg van építve, csak most már felújítottuk újból. Már amióta ügyben vagyok, kétszer felújítottam. Mikor építette? Hát nem is tudom. Most... 10-15 éve már működik? Jaj, már 30 év, még több év, 30-nál is. És akkor aztán tönkre volt névve, és aztán most addig szövögettem, szalogattam, és még innen volt egy kicsi pénz, minden újat csináltunk. Mire használják? Hát ezt mi használjuk. Hát még hozogatnak egy-egy elvászott gyapjúlepödőt, vagy szőnyegést, vagy akár a bugyigódot is megmossad. Nem adom oda a ruhámat, hogy megmossa, de gondolom, hogy az ilyen nagy szőnyegeknek nagyon jó. Nagy szőnyeg, hát igen. Erről is beszélhetnénk, hogyha remete turizmusát szeretnénk átfogóan kicsit feltérképezni, hiszen itt valamikor aktív fürdőélet is működött, aztán időközben a polgármesteri hivatal nagyon jól feltérképezte a vízimalmoknak a turisztikai jelentőségét, és én úgy olvastam, hogy még erre is utat, turista utat építenének, vagy építettek közben, azt már nem tudom, hogy ebből mi valósult meg, de hát a néphagyományokat is nagyon őrzi a közösség, úgyhogy alapozni van amire. Polgármester úr, hogyan látja ezek közül, mi az, amit valóban irányvonal lehet, hogyan építeni a továbbiakban a turisztikai stratégiáját a településnek? A meglévő érvényes stratégiánk, ami most ebbe a tervezési időszakba ugye az uniós követelményeknek is meg kell feleljen, tehát már abba is megjelenik ez az irányvonal. Nem kell nagyon sok mindent kitalálnunk, mert
Na, tehát a szakirodalom, ahogy mondja, az endogén adottságok azok adva vannak, viszont hogy ebből ne hújjon ki semmi, lehetőleg minél szélesebb körbe érvényesüljön minden adottság, szegmens, az odafigyelést igényel és egy integrált fejlesztési elképzelést. Ebbe az elképzelésbe a központi elem a gyógyvíz és a körülötte létrehozandó fürdő gondolata. Megvan a területünk, megvan a bányászati jogunk a vízre, illetve most körvonalazódik egy olyan együttműködés, ami egy ilyen privát együttműködés, amivel hát majd valószínű oda jutunk, hogy élet lesz újra lehelve és hasznosítva lesz a most elfolyó gyógyvíz teljes egészébe. Tehát egy gyógy- és élményfürdő lenne az konkrétan, ami 5 csillagos szolgáltatás vagy 5 csillag plusz szolgáltatásokat nyújtana, célcsoport ennek megfelelő, és akkor ennek megfelelően vagy ebből kifolyólag úgy összerakni ezeket az előbb említett, vagy amire utaltunk adottságokat, hogy kiegészítő programokat adjanak az ide látogatóknak is, és mindenekelőtt azok, akik itt élünk, azok, mint ahogy az előbb is láttuk, életszerűen megéljük a hagyományokat, ami, ha ide jön valaki, kuriózum, de nekünk az meg legyen természetes, hogyha ha pünköst, ha karácsony, ha a természeti adottságokra gondolunk, akkor az év minden évszaka, meg napja, az kínál valami attrakciót. Hát tartalmilag, kulturálisan akkor nincsen gondban a község, van amire alapozni. Emellé ugye a szolgáltatókat is fel kell zárkóztatni jelenleg, hogyha a szállás lehetőségről kérdezem, hogyha étkeztetésről kérdezem, akkor mit tud nyújtani a település? Nem szívesen mondom, de ez egy olyan szürke arca a községnek, hogy a most működő szálláshelyeink közül egy sincs leminősítve. Szorgalmazzuk, hogy jegyeztessék be magukat és szerezzék meg azokat a jogosítványokat, amivel szabályosan és a mai követelményeknek megfelelően működnek. Na, tehát itt azért sok-sok kívánnivalót hagy ez maga után ebbe a pillanatban. Bízom benne, hogy előrelépünk. Nem így van a másik oldalon, ami az étkeztetés, a vendéglátásnak azt a részét jelenti, mert hogy 2 közösségi háza is van a községnek, ahol kisebb és nagyobb csoportokat is bármikor tudunk vendégül látni, étkeztetni, ha valaki ide érkezik, és szerény, tehát mondjuk úgy, hogy olyan 2 csillagos körülmények között tudunk lefektetni 25-30 embert. Pünkösd időszakban milyen Nem. az élet a településen? A pünkösd az egészen 90-ig visszanyúlóan, tehát mi mindig nem üzleti alapon fogadtuk a vendégeket, az egy egyházi zarándoklat, és így is kezeltük, nekünk nem voltak ebből bevételeink. Abból igen, hogy az itt ilyenkor vendégül látott emberek nagy részben visszatérnek az év más időszakaiba, de pünköskor mi, ahogy mondtam, tehát nem kérünk pénzt a vendégektől.